Elindultak a nyári élelmiszerellenőrzések. Az élelmiszer biztonságért felelős államtitkár elrendelte a nyári élelmiszerellenőrzéseket. Humán erőforrásfejlesztés. A Nyíregyházi Kórház már nem csak a speciális szakterületeken szervez képzéseket. Veszélyes lehet a napégés. A hosszas napon tartózkodás akár bőrrákot is okozhat. Nyári szezonális ellenőrzést rendelt el Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium élelmiszer biztonságért felelős államtitkára. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A vizsgálatok kiterjednek a nyári rendezvényekre, fesztiválokra is kiemelt figyelmet kapnak az előkészített húsokat, a fagylaltot, valamint a szezonális zöldségeket, gyümölcsöket árusítók is. A vizsgálatokat a kormányhivatalok és a NÉBIH szakemberei együtt végzik. A nyári ellenőrzés július 1-től augusztus 20-áig tart. Július 1-ével megkezdődtek a nyári élelmiszer ellenőrzések országszerte. A vizsgálatokat minden évben az élelmiszerbiztonságért felelős államtitkár rendeli el, melynek keretében többek között a szezonális élelmiszerek minőségét, nyomon követhetőségét, valamint eredetét is ellenőrzik. A zöldséggyümölcs minőség ellenőr kollégáim ellenőrzik a árusítókat. Általában ezek az árusítók, útmenti árusok, nagybani piacon árusítók, valamint termelői piacokon árusító gazdálkodók. Az ellenőrzés során a nyomonkövethetőség a legfontosabb terület, amit ellenőrzünk. A nyomonkövethetőségnél a számlák, bizonylatok meglétét, a jogosultságot, tehát az, hogy vállalkozóként vagy őstermelőként árusít, valamint megnézzük azt, hogy a minősége a terméknek megfelelő-e, valamint megnézzük azt, hogy ha őstermelőként árusít, akkor ő jogosult-e ilyen árusításra. A kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának munkatársai tavaly 38 árusító helyet és 80 terméket ellenőriztek, míg 2016-ban 45 árusító helyen 115 terméket vizsgáltak. Bújdos László elmondta, a vizsgálatok során különös tekintettel lesznek a dinnyárusító helyekre és a nagybani piacokra, valamint az EKR program keretén belül a NAV segítségével ellenőrzik a zöldséggyümölcs forgalmazók szállítóit is. Amennyiben a nyomon követhetőség vagy az elárusításnak a jogosultsága nem megfelelő, élelmiszerlánc biztonsági bírságot szabnak ki az árusra. Ennek mértékét a tétel értékének négyszerese teszi ki, ami 100 000 forinttól 5 millió forintig is terjedhet. Őstermelők saját jogon árusíthatnak zöldséget, gyümölcsöt, abban az esetben, hogyha rendelkeznek ilyen termőterülettel, azokban az esetekben, és van sajnos elég sok ilyen eset, hogyha az őstermelő árusít, van lehetőségünk arra, hogy lekérdezzük a központi rendszerből, hogy ő milyen területtel regisztrált, tehát milyen növénytermesztéssel foglalkozik. Amennyiben nem rendelkezik azzal a növénnyel, amelyet árusít, például banánt árusít, valószínűleg banánültetvénye nincs, akkor ebben az esetben kimegyünk a területre, leellenőrizzük, és itt ugye kiderül, hogy ő nem jogosult ennek a terméknek a forgalmazására. Idén a megszokott területeken, a rendezvényeken, fesztiválokon és gyerektáborokon kívül többek között a halsütődékben, halboltokban és piacokon kínált haltermékeket is vizsgálják, de a tűzifa kiskereskedelemhez kapcsolódó előírásokat és a szállítójegy kiállítási kötelezettség betartását is ellenőrzik. Ezen kívül újfent kitérnek még a kutyák és macskák szívférgességének megelőzésére alkalmas állatgyógyászati készítményekre is. Több mint 120 millió forintos EFOP-os támogatással indított újabb képzést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház. A képzésen 57 fő vesz részt, 6 szakterületre koncentrálva. Az egészségügyi intézmény hosszú távon nem csak a speciális szakterületen dolgozókat szeretné képezni, hanem alapszintű képzésekkel is fejleszteni a saját és más kórházak humán erőforrását. A szakemberhiány országos jelenség a munkaerőpiac szinte minden területén, ezért az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kaptak a szakirányú képzések. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház 2012-ben szerzett akkreditációt saját képzési programok indítására. Ekkor tervszerű, hosszú távú humán erőforrás fejlesztési programba kezdtek. Az elmúlt esztendőben összesen mondtam, közel 250 főt képeztünk ki. Ebbe az esztendőbe májustól elindult 6 szakmába.
mintegy 57 fővel a képzés. Ezeket a képzéseket is a saját szakembereink végzik a képzést, tehát a saját orvosaink, illetve a ápolók képzésben. Úgyhogy ez mindenkinek jó, hisz az itteni szakembereknek egyfajta megmérettetés ez, egyféle fölkészülés, és hát mindenki jól jár vele, mert a tudás átadás ez egy jó érzés. A jelenlegi képzésen felnőtt intenzív szakápoló, geriátriai és krónikus beteg szakápoló, műtéti szakasszisztens, műtőssegéd gipszmester, sugárterápiás szakasszisztens és fertőtlenítő sterilező szakmában szereznek majd képesítést a dolgozók. Az oktatók a kórház nagy tapasztalattal rendelkező szakorvosai. Ezek a szakmák országosan is hiány szakmának minősülnek, de hosszú távú cél, hogy alapszintű képzésekkel is tudják biztosítani a megfelelő humán erőforrást. Ezeken a területeken már nagyjából a saját képzési igényeinket kielégítettük, úgyhogy a jövőben arra próbálunk meg fókuszálni, hogy általános egészségügyi ápolói, általános asszisztensi kompetenciákat biztosító képzésekben folytassunk meg képzési tevékenységet. Ettől függetlenül lehetnek még kisebb volumenben speciális szakképesítések, de azok már sokkal inkább külső piacra történő megrendelésekre fognak történni, hiszen olyan jó tapasztalatainkat tudtunk összegyűjteni, olyan jó renomét tudtunk szerezni ebben az egészségügyi szakmában, hogy érezzük azt az igényt, hogy más egészségügyi intézmények jelzik felénk, és kérik azt, hogy szervezünk mondjuk anesteziológiai szakasszisztensi vagy műtőti szakasszisztensi képzéseket. Ezzel is segítik majd más kórházak működését. A következő lépés azonban az alapápolói végzettséggel rendelkezők számának a növelése lesz, amely biztosítja majd a betegbiztonságot is. Július 1-től megváltozott az adatszolgáltatási kötelezettség a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, bevezették az online számlázást. Ezt azoknak a vállalkozásoknak kell használni, amelyek 100 000 forintnál magasabb áfatartalmú számlát állítanak ki. Az első hónapban még nem büntet a NAV, ha július 31-éig utólag beküldik a számlákat. A hatóság célja, hogy tovább fehérítse a gazdaságot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében körülbelül 11 000 társas vállalkozás működik, illetve közel 8 000 egyéni vállalkozó van. Őket érintheti a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatszolgáltatási kötelezettsége. Július 1-től már élesben működik az online számlázás. Azokat a belföldi adóalanyokat fogja érinteni ez a változás, akik olyan értékű áfa kötelezettségű számlát állítanak ki, amelynek az áfa értéke meghaladja a 100 000 forintot, illetve egyéb esetekben pedig az 500 000 forintot, ilyenkor adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezik. Innen látszik, hogy bizonyos típusú vállalkozások már eleve kiesnek ebből a kötelezettségből, ebből a körből. Illetve hát pontosabban bővül ez a kör, hiszen a korábbi 1 millió forintos értékhatár csökken most le 100 000-re, illetve 500 000 forintra. Tehát azoknál a számláknál, amelyeknél az áfatartalom ezeket az összegeket eléri, mindenképpen érdemes egy online számlázó programot beszerezni, és automatikusan megteszi ez a számlázó program a számla kiállításakor, hogy ezt a jelentési kötelezettséget a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé továbbítja. Azok a vállalkozások, amelyek rendelkeznek online programmal, azoknak rögtön fel kell tölteni a számlát online is. Akik viszont nem használnak ilyen programot, nekik manuálisan kell feltölteni a számlákat a NAV webes felületén működő számlázó rendszerébe. Ebben a helyzetben 100 000 forint esetében 5 nap áll rendelkezésükre. Ha az 500 000 forintot haladja meg a számla áfatartalma, akkor legkésőbb másnap fel kell tölteni az adatokat. A már használatban lévő online számlázó programokat egy kis módosítással kapcsolatba léptethetik a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, így a program automatikusan felismerheti, hogy mely számlák után kötelező az adatszolgáltatás. Valójában egy vállalkozás csak olyan számlázó szoftvert használhat a 100 000 forint vagy nagyobb áfatartalmú számlájú kibocsátására, amely ilyen NAV online képes. Ennek a használata nem különbözik a korábbi módoktól. A legtöbb piacon levő számlázó szoftvert a fejlesztő cég felkészítette a jogszabályi megfelelőségre. Sokkal egyszerűbb dolga volt azoknak a számlázó szoftvergyártóknak, akik eleve online böngészőből használható szoftvert készítenek. De valójában a vállalkozó ebből szinte semmit nem lát. Ő ugyanúgy használja a számlázó szoftvert, mint eddig, ugyanúgy bocsátja ki a számláit, mint eddig. A Nemzeti Adó és Vámhivatal weboldalán az online számlázás fül alatt választ kaphatnak a felmerülő kérdésekre a vállalkozások, de a fejlesztők számára is hasznosak lehetnek az információk.
Az online számlázás plusz költséggel nem járhat a vállalkozóknak, ugyanis vannak ingyen elérhető számlázó szoftverek. Egy fontos feladata van a vállalkozónak, amelyet végre kell hajtania az első ilyen számlája kibocsátása előtt, hogy ő neki kell összekapcsolnia a számlázó szoftverét a NAV rendszerével. Ez annyit tett, hogy be kell jelentkezni a vállalkozónak vagy a könyvelőjének az ügyfélkapon keresztül a NAV online száma rendszerébe, ott végre kell hajtani egy regisztrációt, és ott a NAV rendszeréből kapott adatokat kell visszaírnia, visszagépelnie az általa használt számlázó szoftver. Mulasztási bírsággal a fejlesztő cégeket nem, csak az adózókat csújthatja a hatóság. Egyéni vállalkozóként ez 200 ezer forintig terjedhet, ha pedig egyéb adózóként mulaszt, akkor 500 ezer forint bírságra számíthat. Fontos azt is tudni, hogy az első hónapban az átállás miatt még nem büntet a NAV. Abban az esetben, ha utólag, de maximum július 31-ig feltöltenek minden elmaradt számlát. A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben megkezdett bankjegycsere programja révén megújulnak az 500 forintos bankjegyek. Az új 500 forintosok 2018. július 4-től válnak hivatalos fizetőeszközzé, ezt pedig a készpénzforgalom kiemelt szereplőinek a felkészítése követi. Az MNB kiemelte, hogy a régi bankjegyek még sokáig, 2039. október 31-ig érvényesek maradnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a napokban küld értesítést a személyi jövedelemadóval kapcsolatban az adózók számára. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a NAV 300 ezer adózónak készítette el az adóbevallási tervezetét. Ezek közül több mint 90 ezeren rendelkeznek ügyfélkapuval. Ők a napokban kapják meg a visszajelzést az adóbevallásukról. A napokban az elektronikus tárhelyükre levelet küld a Nemzeti Adó és Vámhivatal azoknak az adózóknak, akik korábban elfogadták a bevallási tervezetet. Ebben a levélben értesítést küld a NAV arról, hogy a bevallási tervezetük érvényes bevallássá vált. A lakosság 1/5-ét érinti a napallergia, és ez csak egy azok közül a betegségek közül, amit az UVA sugarak okozhatnak. Ettől veszélyesebb az UVB sugárzás, amely a bőrrákos megbetegedésért felelős. Ezért fontos, hogy megfelelő minőségű és faktorszámú fényvédővel óvjuk a bőrünket. Ha bekövetkezett a baj, gyógyszertárakban kapható bőrnyugtató készítményekkel segíthetjük a bőr gyorsabb regenerálódását. Ismét itt az igazi nyár. A meteorológusok szerint a napokban újra tartósan 30 fok fölötti értékeket mérhetünk. Az UV-sugarak nem csak napozás közben érnek minket, hanem szinte minden pillanatban, amikor a szabadban tartózkodunk. Az UVB sugárzás a déli órákban a legmagasabb, ezért tanácsolják mindig a szakemberek, hogy 11 és 3 óra között, ha lehet, ne tartózkodjunk a tűzőnapon. Ezek a káros sugarak ráadásul víz alá is behatolnak, és a szakemberek jelenleg az UVB sugárzásnak tulajdonítják a bőrrák kialakulását. Az UVA sugárzás is veszélyes. Leégést ugyan nem okoz, de öregíti a bőrt, napallergiát és fényekcémát eredményezhet. Ezért fontos, hogy megfelelően védekezzünk a káros sugarak ellen. Megfelelő faktorszámú fényvédő készítmények alkalmazása mindenképpen nagyon ajánlott, különösen gyerekeknél, de felnőtteknél is természetesen. A gyermekkori napig is még kockázatosabb, tehát emiatt célszerű elkerülni. Fényvédelem, megfelelő öltözet, délben, ha lehet, ne legyünk a tűzőnapon. Világos ruházat, szellős ruházat, napszemüveg mindenképpen fontos, akár egy kalap vagy sapka sokat véd az ember arcán. Az óvatlan napozás komoly károkat tud okozni hosszú távon a bőrön, de rövid távon a legenyhébb napégés is kellemetlenségekkel jár. Amennyiben nem sikerült megelőzni a napégést, bőrnyugtató készítményeket alkalmazhatunk. A gyógyszertárakban kapható nagyon sok fényvédőnek utókezelő krémje, amelyet arcra is és testre is fel lehet kenni, hűsítik, megnyugtatják a bőrt. Ezek gyógyszert nem tartalmaznak, bárki bátran akárhányszor alkalmazhatja egy nap. Ha extra napégésről van szó, akkor kell csak orvoshoz fordulni. Enyhe leégés esetén érdemes lehet házi szerként a tejfölös pakolást, a hidegvizes borogatást vagy a hideg zuhanyt bevetni. Ezek ugyanis csillapítják az égőérzést és nyugtatják a bőrt. Belsőleg is sokat segíthetünk bőrünknek, hogy felkészüljön a nyári nagy dózisú napsugárzásra. Ajánlott bétakarotin és E-vitamin szedése, amelyek nem csak megóvják a bőrt az erős sugaraktól, de kedvezően hatnak a hajra, körömre és a szemre egyaránt.
Nevet kapott a Nyíregyházi Állatpark legifjabb Rothschild zsiráfja. A park munkatársai ezúttal a közönség segítségét kérték. A beérkezett több ezer névjavaslat közül gondozói kiválasztották a három legszimpatikusabbat, melyek közül végül a Zulu név kapta a legtöbb szavazatot. Tavasszal kopogtatott a gólya a Nyíregyházi Állatpark Afrika élővilágát bemutató kifutó rendszerében, a Tarzan ösvényén. Az eddig öt főből álló zsiráfcsalád ugyanis egy új taggal gyarapodott. A 450 napnyi vemhességi idő után világra jött ki zsiráf, eleinte el sem mozdult anyja mellől a zsiráfházban. Aztán fokozatosan ismerkedett meg a zsiráfcsapattal és a nagy társas kifutó többi lakójával. A parkban jelenleg három felnőtt nőstény, egy hím és két fiatal egyedél. Kamilla, a 3,5 éves nőstény és a legifjabb Borjú. A kis zsiráfbika névadója is megtörtént, ezentúl a Zulu nevet viseli. A Nyíregyházi Állatparkban élő állatok többféleképpen szoktak nevet kapni. Van olyan állat, aki már adott névvel érkezik más állatkertből, van, hogy a gondozók adnak nevet az állatnak, de olykor a közönség segítségét kérjük. A legutóbb született kis zsiráfunknak még nem volt neve. Ilyenkor babonából 3-4 hétig nem szoktunk nevet adni az apróságnak, utána viszont egy közösségi oldalon a látogatók segítségét kértük. Több ezer névjavaslat közül választották ki a gondozók a számukra 3 legtetszetősebbet, és azok közül végül a legtöbb szavazatot a Zulu név kapta. A tudomány jelenlegi állása szerint a zsiráfok 9 alfaját különítik el, mintázatuk és afrikai élőhelyük alapján. A Nyíregyházi Állatparkban alfaj tiszta Rothschild zsiráfokat láthat a közönség. Veszélyeztetett patásnak számítanak, a természetben kevesebb, mint 700 egyedél belőlük. A világ állatkertjeiben nagyjából 450 Rothschild zsiráfot tartanak számon, köztük 6 a Nyíregyházi Állatparkban él. A 36-os főútvonal Tiszavasvári úti felüljáró tetején egy ittas kerékpáros borult fel. A férfi megsérült, a mentők a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és annak körülményeit, ugyanis a felüljáró tetején kerékpározni tilos, és a biciklis ittasságára vonatkozóan is eljárást indíthatnak vele szemben. A kitűzött célt elérve, a bennmaradást magabiztosan kiharcolva a 7. helyen végzett a nyírbátori ASE, a férfi asztali tenisz NB1 keleti csoportjában. Két játékos, Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid tagja a kolozsvári korosztályos Európa-bajnokságra készülő válogatott keretnek. Megfiatalított csapattal a biztos bennmaradás megcélozva vágott neki a 2017-2018-as szezonnak a nyírbátori ASE az NB1 keleti csoportjában. A bennmaradás nem fenyegette veszély, 7 győzelemmel, 2 döntetlennel és 9 vereséggel a 7. helyen végzett a Molnár Dávid, Terék Norbert, Vig Tamás, Bánhidi Emil összetételű együttes. Sőt, a helyezés egy kis szerencsével előkelőbb is lehetett volna, mivel a 4. Cegléd mindössze 1 ponttal szerzett többet a bátornál. Csekő Sándor klubmenedzser szerint a fiatalok is sokat fejlődtek az elmúlt szezonban. Elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel, mert egy nagyon fiatal csapattal értük el ezt. Egy 16 éves, egy 17 éves, egy 19 éves játékos játszott benne, és a veteránnak számító 40 éves Bánhidi Emil, aki viszont már őskövület nyírbátori asztali teniszbe, és ez a 4-es harcolta ki ezt a helyet. Nem volt semmi gondunk azzal, hogy bennmaradjunk. A fiatalok úgy érzem, hogy fejlődni tudtak ebbe az osztályba, és nekünk erről szól az NB1-es szereplés, hogy ha van olyan játékerőt képviselő nyírbátori fiatal, akinek ez az osztály szükséges, akkor így játszunk. Július 15-től 24-ig Kolozsváron rendezik az ifjúság és serdülő Európa-bajnokságot. Előbbi korosztályban Molnár Dávid, utóbbiban Tölgyes Dorottya képviseli majd a nyírbátori színeket a magyar válogatottban. Tekintve, hogy Molnár Dávid 4. a magyar ranglistán, ő tőle a főtáblára kerülés az egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény lenne. Bízunk benne, hogy meg fogja ugorni ezt a lépcsőt, és az már egy jó dolog. A Tölgyes Dorottya, azt gondolom, hogy a minimum a 32-be jutás az Európa-bajnokságon, ami azért elfogadható,
mert ő még a következő évben is serdülő, első éves serdülő lesz, és most egy tanuló pályán van, ha úgy tetszik, de a képességei alapján ez mindenképpen reális. Hogyha egy kicsit szerencsés a sorsolása, akkor azt gondolom, hogy nem lehetetlen a legjobb 16-ba jutás sem az ő részéről. A nyírbátori Györfi Tibor edzőközpontban a héten elkezdődnek az edzések, amelyekre a megyebeli asztali teniszezőkön kívül román, szlovák és ukrán fiatalok is érkeznek. A nyár végéig tartó időszakban napi két tréningen csiszolhatják tudásukat az utánpótláskorú pingpongozók. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Nyári szezonális ellenőrzést rendelt el Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium élelmiszerbiztonságért felelős államtitkára. Az ellenőrzést a kormányhivatalok a NÉBIH munkatársaival végzik, és vizsgálataik többek között kiterjednek a rendezvényekre, fesztiválokra, de kiemelt figyelmet kapnak a street food árusok, fagylaltárusok, valamint a szezonális zöldségek, gyümölcsök is. Amennyiben a vizsgált tételek nem felelnek meg a követelményeknek, bírságot szabnak ki. A nyári ellenőrzés július 1-től augusztus 20-áig tart. 2012-től saját képzési programokat indít a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Az elmúlt években több mint 200 speciális szakképesítést szereztek itt az ország egészségügyi intézményeiben dolgozók. Nyíregyházán jelenleg 7%-os a fluktuáció, de a következő 10 évre tekintve fontos, hogy alapszintű szakképzésekkel is biztosítsák a megfelelő létszámú dolgozót az intézményben. Jelenleg 57 fő vesz részt egy 120 millió forintos EFOP-os támogatással megvalósuló képzésen. A magas faktorszámú fényvédő krémek használatával jelentősen csökkenthető a bőrrák kialakulásának kockázata. A szakemberek szerint ezt az UVB sugarak okozzák, de az UVA sugarak sem veszélytelenek, napallergiát és fényekcémát is eredményezhetnek. Segíthetünk bőrünknek felkészülni a nagyobb dózisú sugárzásra beta-karotin és E-vitamin szedésével. Ha mégis bekövetkezik a napégés, hidegvizes borogatással segíthetjük a bőr gyorsabb regenerálódását. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 4-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. A Kárpát-medence fölé csütörtök estig nyugat felől változó nedvességtartalmú, melegebb levegő áramlik. Kissé tovább erősödhet a nappali felmelegedés. Az előttünk álló éjszaka kevés fátyol és gomoly felhő várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a több órás napsütés mellett erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, csapadék nem valószínű. A nyugati szél helyenként megélénkül, délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Pénteken a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre van kilátás, többfelé zápor esővel zivatarral, máshol a több órás napsütés mellett csak elszórtan valószínű zápor zivatar. Szombaton kezdetben többfelé, majd egyre inkább az Alföldön számíthatnak csapadékra, észak-észak-nyugat felől csökken a felhőzet. Vasárnap és a jövő hét első felében napos idő lesz a jellemző, a gomoly felhőkből csupán néhol ered el a zápor, a hőmérséklet a sok évi átlag körül alakul.